Éles és tiszta képet ad a mikroszkóp kamerája. Ez amellett, hogy hozzájárul a pontos diagnózis felállításához, a páciens számára is megismerhetővé teszi betegségét. Ez a dobhártyának a nagyon finom részleteinek a megítélése céljából lényeges, illetve rendelkezik egy olyan speciális kialakítással, hogy azt a képet, amit én látok a mikroszkópban, azt ki tudom vetíteni, illetve rögzíteni tudom. A problémák korai felismerését teszi lehetővé a hallásmérő is, melyből ugyancsak sikerült újat vásárolnia a kórháznak. A két eszköz közel 15 millió forintba került. Erre próbáltunk finanszírozást találni, és nagy öröm volt számunkra, amikor a polgármester úr az önkormányzattal karöltve úgy döntött, hogy a városi Aquacity jótékonysági rendezvény teljes bevételét felajánlja két eszköznek a vásárlásához. Minden esztendőben megszervezzük az Aquacityben a hagyományos jótékonysági családi napot, és mivel éppen a 175 éves jubileumát ünnepeltük az intézménynek, ezért úgy döntöttünk, hogy ne csak együtt ünnepeljünk, hanem támogassuk is a kórházat. Nagyon sokan voltak ott ezen a napon, és örülök neki, hogy végül is 11 millió forintot tudtunk biztosítani ennek a fontos eszközpartnak a beszerzésére. A jótékonysági nap bevételét az Ispita Alapítvány egészítette ki, amely egyben a beszerzés lebonyolítását is végezte. A jövőben a belgyógyászati épületek felújítása a cél Zalaegerszegen. Az 1-es, 2-es, 3-as belosztályt le kéne bontani földig, és újra kéne építeni. Ennek az építkezésnek az értéke 75-80 milliárd lenne, ezért küzdtünk, és ezért keresse meg a Magyarország kormányát, hogy segítsen ezen egészségügyi fejlesztésükben. A kisebb beruházások megvalósításához továbbra is számít a lakosság támogatására az intézmény. Ennek egyik formája az adó 1%-ának felajánlása, melynek összegét minden évben kórházi fejlesztésekre fordítja az Ispita Alapítvány.